Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Kint csoda szépen süt a nap, bár felül sem kicsit az idő, ahogy látjátok. És ahogy ígértem nektek mostantól, ugye tegnap kérdeztem a videóban is, meg kérdeztem a Facebookon is, hogy hogyan legyenek a videók. Minden nap legyenek videók, vagy heti egy hosszú videó legyen, vagy minden nap ilyen rövidebb videó. A legtöbben mondtátok, hogy minden nap legyen videó, de ne rövid, hanem hosszú legyen. Végül is mostantól minden nap lesz videó, ilyen rövidebb videó. Valamelyik hosszabb lesz, valamelyik rövidebb lesz, attól függ, hogy éppen mit csinálunk. Ugye eddig szoktam mondani, hogy minden másnap vannak videók, vagy ugye voltak videók, mostantól minden nap vannak videók, kivéve olyan napokon, mikor például nem tudok mit filmezni, vagy túl fáradt vagyok munka után, nem megyünk sehova se. Tehát lesz, hogy egy héten egész héten lesz videó, de lehet, hogy a következő héten csak 6 nap lesz videó, vagy 5 nap. Tehát így lesz videó. Így gondoltam, hogy így lesznek a videók. Tehát lesznek minden nap, lehet, hogy hosszabbak, lehet, hogy rövidebbek, de ma mit akarok tőletek kérdezni, még mielőtt megyünk is akárhova. Itt van a Lucas, szervusz, itt van a Davis is, éppen öltözködünk, készülődünk, ugyanis megyünk ide a bevásárlóba, mindjárt mondom, hogy miért megyünk, de valamit akarok tőletek kérdezni. Érdekel a véleményetek, ugyanis a Lucas úgy döntött, már rettentő régóta, hogy meg szeretné növeszteni a hajadat? Ja. Ilyen, milyen hajat szeretnél? Imó haj, nem? Nem olyan, hogy van, már van imók, és van olyan a nóziának, és minden olyan, bucsak, a hajad. De én csak kérem a hajat. Olyan hajat, akkor ilyen imó hajat. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen ez, vagy nem, de mutatunk egy képet. Ha nem itt most a videón, akkor ott a számítógépen valahol. Én azt mondom, hogy a Lucasnek ez a haj szerintem nem állna jól, de várjál, nézi a képet. Úgyhogy mutatjuk nektek, ő... Telefonja. Nem baj, nem mindenkinek a telefonjál vagy. Én szerintem, ugye én azt mondom, hogy nem kellene ilyen hajat csinálni. Én olyan hajat szeretnék neki, mondjuk nem az én hajam, amilyen az enyém, ilyen ennél kicsit hosszabb és ilyen sünis, ugye bezselézve, oldalt így felvágva, de tudom, hogy ez nem az én hajam, tudom, hogy ez a Lucas haja és olyan haja van, amilyet akar, de nem tudom. Na várjál, mutatom. Mindegy, milyen fénykép. Mutatjon. Ilyen haj. Mutasd, vedd el az ujjadat, mert nem látunk semmit se. Olyan haj. Olyan haj. De blond. Ilyen haj, de ilyen lenyaltat akarsz, ez nem lenyalt haj. Nem, csak lentolt, de hol van lenyalva, pici, nem de, érem. De várjál, mutatunk olyan haj, ahol le van nyalva. Most ilyen lenyaltat akarsz, vagy nem? Lenyaltat. Ilyen lenyaltat. Olyan buta frizurát, de... Találtunk egy könyvbe ilyen hajat. Milyen könyv ez, amit mit szól? Az a Darren film. Most mutatjuk a könyvbe. Van ilyen YouTube csatornájuk van, a Lucas szereti ezeket nézni. És valami ilyesmi hajat akar a Lucas is. Látod, ilyen lenyaltat? Csak jobban lenyaltat, ja. Nem? Ilyen lenyaltat. Én nem tudom. Ti mit gondoltok róla? Jól néznek ki a Lucas olyan haja, vagy nem? Én nem tudom. Hát, de te akarsz olyan hajat. Ja. Gondold el a Lucas-t ilyen lenyalt, eddig érő hajjal, nézd ide. Eddig érő hajjal, ugye? Eddig akarod a hajadat? Jó, ja, de arra megy. Úgy arra, így ilyen oldalasan, és így lenyalva az egészet? Ja. Itt hátul majdnem is. Majdnem az egész. Itt hátul is ilyen lenyalt frizurát. Mindegy, én nekem nem tetszik, de ugye az ő haja rettentő régóta akar ilyen hajat, mindig mondja, hogy ne vágd le a hajamat, mert meg akarom növeszteni, ilyen lenyalt hajó akarok lenni. Úgyhogy azt, hogy most kipróbáljuk, legalább kipróbáljuk. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg. Hogy ti mit gondoltok a Lucas új haj frizurájáról, vagy stílusáról. Szerintem mennyi idő alatt fog megnőni a hajad olyanra? Nem tudom. Szerintem egy ilyen 6 hónap biztos. Nyuszi, hova megyünk? Nem vágjuk most le 6 hónapig. Amúgy készülődünk, és nem máshol vagyunk, mint egy közeli közérbe, bevásárlóba, ugyanis kell venni egy pár kulcstartót, képeslapot, mert úgy ígértem nektek, megyek. Jön a valami jött szombaton, és ezentúl majdnem minden valami jött, de sorsolni fog, legalábbis nyereményjáték lesz. Nem sorsolunk, de nyereményjáték lesz, és a sorsolás rá egy napra lesz, vagy kettőre. Oda fogunk elmenni, aztán hazajövünk, és mit csinálunk, azt még nem tudom, mit csinálunk. Holnaptól hol megyünk? Holnap megyünk megint filmezni, vagy holnap utána valami jöttek egy újabb részét, egy érdekes részét hol megint. Holnap én nem felejtettem. Te elfelejtetted? Nem felejtetted, nem is mondtam. Na várjál, hívok feleségem. Szélem? Nem, várjál.
elindultunk kifelé, elhoztuk a babakocskit és a Davis bentül, éppen eszik valami kekszet, oda megyünk át, amúgy mögöttem, onnét oda néz, jön a felhő megint, hozzuk az esernyőt, hogy hát ha megered az eső, itt átmegyünk ott a lámpán, mégis olyan messze látod, nem kell menni, de hogyha mégis megered az eső, legalább egy esernyő van, mindenünk egy ilyen jó nagy, úgyhogy ráférünk a rája, na már megnézem hol a többi. Nézd, itt reklámozzák a házat, vagy a lakásról lakunk, de én szerintem nem így néz ki, komolyan mondom. Amikor a ház az lehet, hogy néz ki, de olyan hajók, hogy ott nincsenek, az is biztos. Csak nézzel azt is, mi? Ja, nézzel. Meg nézzel azt. Ja, hasonlít rá, de azért mégsem pont olyan. Amúgy még ott is van, látod? Kint a tábla, hogy eladó, ugyanis a másik ugye még mindig vannak benne üres lakások, amit el akarnak adni, azért itt próbálják hirdetni. Végül is az épület az hasonlít rá, csak a környék nem hasonlít még rá. Vagy lehet, hogy így fog kinézni, azt mondták ugye pár év múlva, hogyha befejezik, de majd meglátjuk. Na nyomjon azt a gombot gyorsan, ugyanis rettentően éget a nap, ugye ami nem jelent más, mint esni fog az eső valószínű szerintem később. Nézd, oda megyünk, oda szembe, ugye és ott van a legtöbb turista. Ott veszünk ilyen képeslapot, meg kulcstartót, aztán utána megyünk arra felé vissza a boltba. Sok kenguru, kóla, képeslap, hol a képeslap? Kulcstartó! Sok kulcstartó, csak azt nem tudom, hogy melyiket kellene megvenni, várjál. Mindenféle fajta. Nézd, 3-at kapsz $20, mármint ilyen darabot. Oda nézd, mekkora kenguru. Meg kutya, meg jegesmedő. Na már menjünk tovább. Ne bántsad, te nyuszi. Nézd, itt is van ilyen kenguru, látod? Küldhetnék valakinek egy ilyet, csak egy kicsit nehéz. Ne rángos, már eltörik, elborul és eltörik. Ja. Mi a helyzet, Lukasz? Leültünk egyet ide, ütjük az asztalt, és a feleségem sorba áll nem másért, mint donátért. A Lukasz, miért kértél? Cinnamon donut. Ja, a Lukasz nagyon szereti. Aztán Davis az nem tudom mit kapta, valamit. Utána pedig megyünk a boltba, hogy vettünk képeslapot, kulcsartót nem találtunk. Mit mondasz? Vagyis utána pedig hova megyünk, mit mondtál? Valami kártyát akarunk megint nézni. Milyen kártyát? Roblox kártyát. Ugyanis lehet sok mindent venni azon. Mit? Pólót meg ilyen a játékba. Na mindegy. Én nem értem, de Lukasz az érti. Ja, mit ütjük meg mindig az asztalt? Ez az a donut, amit a Lukasz nagyon szeret. Mit történt azzal a piros tetejűvel? Hoppá, eldugul az asztal. Lukasz, mit történt a piros tetejűvel? Az milyen volt? Meleg? Az milyen volt a másik, az a piros tetejű? Az e-fresh volt? E-fresh. Na mindegy. Úgy itt ülünk, látod, hogy ide ki lehet ülni, ott vannak azok az a szökőkút, ha van az a pálma rész, mit akarsz? Ja, a Davis meg ilyen mit eszik, ezt a kis gingeres kenyeret, vagy mit? Ott a Ford, látod a Mustangod ezt a pirossat? Lukasz, mit szólsz hozzá? Emlékszel, mikor megnéztük a pirosba? Jó? Melyik jobb? Ez vagy a Mazda jobb? Ez jobb, mint a Mazda? De ezt nem is nyitott, te! Múltkor azt mondta, hogy a Mazda jobb volt, mindez. Szóval akkor, hogyha most visszamennénk, azt mondanád, hogy cseréljük be a Mazdát erre a Mustangra. Mi az, hogy nem? De most mondta, hogy jobban néz ki ez a Mustang. Megbeszéltük a Lukasszal, hogy becserélnénk, nem fogjuk a Mazdát, hogyha nyitott lenne. Ugyanis abban legalább van 4 ülés. Mi helyzet, Nyuszi? Mi helyzet? Közben hazaérkeztünk. És meg lehet fogni az én kezemet, látod? Ja, megyünk hazafelé. Amúgy a nyitott Mustang, ugye, aminek le tudod venni a tetét, az jóval drágább, ugye. Jóval drágább, mint a rendes Mustang, meg jóval drágább, mint a Mazda. Úgyhogy nem fogjuk lecserélni. Ja, mostanában a Mazdát egy olyanra. Opa, na gyere fel, leszlek, Nyuszi! Felérkeztünk, vettem, majd mondtam képeslapot, mutatom, hogy miért vettem, és majd milyeneket lehet nyerni. Ezeket a szokásosakat általában mindig ezeket veszem. Van egy a Gold Coastról, ugye Surfers Paradise, van még egy, csak másik nézetből, aztán van egy harmadik is, egy ilyen előnézetből, van egy kólás, meg kengurus. Amúgy lehet kapni ilyen filmeszlen, nem filmeszlen, ilyen fürdőruhás nénik vannak rajta, ugye rohangálnak a tengerparton, csak azért nem veszek olyanokat, mert a fiúk lehet, hogy örülnének nekik, közben kinyert a feleségem, kivitte a szemetet, de a lányok biztos, hogy nem örülnének neki. Úgyhogy azért próbálok maradni ilyen kolásnál, meg kengurusnál, amúgy majd bármelyek és veszek ilyen kulcstartót is,
Ugyanis itt, aminek voltak, olyanok voltak, amik nekem annyira nem tetszenek. Tehát, na minden. Az a másik fajta szerintem az jobb, ami volt régen, majd megyek és veszek olyan csütörtökön. Most pedig nem más csinálok, mint fogom, és elrakom a kenyeret, amit ugye viszek dolgozni, ilyen kenyeret viszek dolgozni, látod? Ilyet kiveszek most kettő darabot, majd az összeset kiveszem, és belerakom egy ilyen zacskóba, és berakom a kenyeret a fogyasztóba. Ugye leszoktuk fogyasztani a kenyeret, és minden este kiveszünk egyet, vagy itt két kenyeret, de egy zacskót, másnap reggelre felolvad, és azt viszem dolgozni, és ettől friss lesz a kenyér. Biztos, hogy ti is csináltok ilyet, hogyha nem, akkor egy frissen tudjátok tartani a kenyeret. Tehát én ilyen kenyeret viszek dolgozni. Úgyhogy, megnézzük, mit csinál a Davis. Pakol? Mit pakolsz, Nyuszi? Megint porcivózol? Na várj, beengedjük a feleségemet, azt elrakjuk a kenyeret. Elpakoltunk mindent, játszottunk egyet, most pedig Davis, mit fogunk csinálni? Mi van a kezedbe? Milyen papír? Te! Gyere ide! Gyere ide! Gyere ide! Ne rohanjál előlem, Nyuszi! Úgy is megfoglak! Mi van a kezedbe? Adod ide? Adod ide? A Lukaszi az a papír, ami a szobájába balonét hozta ki az elve. Csak bohóckodunk. Mi? Ide adod? Nem adod ide, mi? Mi van a tévébe? Ami nagyon jó, mese megint. Amúgy néztem a videót, ugye a tegnap itt kérdeztem, vagy mondtam, hogy ha valakinek van valami kérdés, akkor nyugodtan kérdezzetek. És válaszolni fogok majd valamelyik videóban valószínűleg a héten, vagy a hétvégén, majd megláttam, hogy még mindig várok, ugyanis még nemrégen osztottam meg ugye a videót, már mint a mostani idő szerint. Mire ti ezt a videót látjátok, azóta már rettentő régóta megosztottam ugye a videót, legalább egy napja, de még várok, ugye még hátra kapok több kérdést, most már kaptam egy jó párat, kaptam sok érdekes kérdést, de majd megpróbálok rájuk válaszolni, hogy nem is mindegyikre, de egy jó pár, mert megpróbálok. Úgyhogy nem nyomjuk a számítógépet. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól, hogy mikor nézték, ahogy szoktam mondani. A Davis megy be a szobába, úgyhogy valamit játszunk mi tovább. Sziasztok!